A kriptovaluták rendszerének működését aránylag kevesen látják át, a szakemberek sem tudják mindig pontosan megállapítani, hogy mennyi lehet a valódi értékük. Egyesek szerint a 21. század legnagyobb pénzügyi innovációja a kriptovaluta, mások szerint nagy lufiról van szó, és hamarosan jön az összeomlás. Jelenleg közel 1000 kriptovaluta van forgalomban, ezek közül a bitcoin a legnépszerűbb, hisz ez van a legrégebben, 2008 óta piacon. Már előtte is nagyon sokan gondolkodtak a digitális pénz megvalósításában. Azonban a 2008-ban, hogy ott volt a válság, ami egy olyan helyzetet teremtett, amikor nagyon várakozás volt, nagyon akartak bizonyos szakemberek egy újfajta pénzt csinálni, vagy létrehozni, mert hiszen a mai pénzrendszereink azok nem igazán szolgálnak minket. Nagyon sok probléma van vele, hogy ezek a válságok jönnek, mennek folyamatosan, és hát mondhatni, hogy ráférne egy reformáció magára a pénzre. A kriptovaluta tehát egy új gondolkodásforma a pénzről. Előnye, hogy két szereplőt kihagy a pénz működéséből, a bankot és az államot. Fizikailag ezek a pénzek nem jelennek meg, csak az interneten léteznek. A bitcoinra sokszor mondták, hogy ez a digitális arany. Teljesen úgy működik, mint az arany. 21 millió darab bitcoin létezhet a világon, több nem. Most jelenleg egy ilyen 16,8 millió van kibányászva, mondhatjuk. Ugye erről majd még beszélgethetünk, hogy mit jelent a bányászás. És mint az arany is, tehát a föld golyón tudjuk, hogy mennyi arany létezhet, nem több, azokat lehet birtokolni. A digitális aranynak az még előnye, hogy nem kell úgy őrizgetni, mint az aranyat. Tehát nincsen súlya neki, egy A4-es papíron elfér az egész. A bitcoin jelenleg aktívabb, mint valaha. A szakemberek szerint akár befektetése is alkalmas, és a régi közgazdaságtan helyett egy új eszmét kell megtanulni. A tervek szerint ezért hamarosan indítanak egy képzés Nyíregyházán, ahol ez az új rendszer bárki számára megismerhető lesz.